Mindig is felhúzunk a kitöptán, ilyen szívünk, mint a pár éve idősebb családja van, felesége, gyereke, otthon, lakik, dolgozik. Amikor azt mondja valaki, hogy ez nem lehetséges, azt hazudik, mert lehetséges. Gyere, Gábor, vagyok, születésem óta vagyok, mozgássérült, egyes születésbe, különböző intézetekbe értem, majdnem 8 évig voltam egy Szolnok megyei intézetbe, 15 évbe, tehát mire visszakerültem Budapestre, ma intézetbe. Gábor egy közel 40 éves felnőtt férfi, akinek ugyanúgy joga van a barátaival találkozni, úszni menni, moziba menni, mint nekünk. Az önálló életvitel joga mindenkit megillet. Gábor mégse tudja ezt megtenni, mert a magyar állam nem teljesíti azokat a feltételeket, amit kötelezettsége lenne. Gáborhoz hasonlóan még több mint 200 ezer mozgássérült ember él az országban, akiknek ugyanehhez joga lenne, és semmelyikük nem tud ezzel élni. Valójában a hozzá hasonló embereknek két választási lehetősége van, vagy a családjukra vannak utalva, és akkor a család anyagi teljesítő képességétől függ az, hogy van-e önálló életvitelük, vagy pedig beköltöznek egy olyan tömegintézménybe, amikor viszont teljesen el vannak zárva mindentől, ami az önállóságot jelenti. Ennek nem így kéne lennie. A magyar állam kötelessége, hogy önálló lakhatást biztosítson minden embernek. Ezt a fogyatékos emberek esetében szociális ellátások útján kell megteremtenie. Márpedig Gábornak és a hozzá hasonló fogyatékos embereknek nincs anyagi lehetősége, hogy önálló lakhatást keressenek, hiszen nincs olyan jövedelmük, amiből fent tudnának tartani egy albérletet. De sehol nem találtunk olyan helyet, ami nekem jó lett volna. Néztük a helyet, akkor ilyeneket mondott akkor intézmény vezető, hogy program hátán és egyéb után. Ma igyekeztem kapcsolatni, hogy esetleg nyomva. Csak kellett a piár szöveg, hogy oda költözzek, és megkapja a intézet a fejpénzt. Azt hittem, hogy álma max egy év, és akkor visszakerülök Pestre. Lesz belőle majdnem 8 év. Mindentől vette volt. Amikor évente kétszer, háromszor találkoztam, sajátos csak egyszer-kétszer. Ennyibe sehova nem tudtam elmenni. Kettő, három, meg négy ágyas szobák vannak. A szobákban elég kicsi a hely. Intézet vezető konkrétan az mondta, hogy egy lakónak 3-5 négyzetméter jár. Szerintem ez ilyen börtönnel egyenértékű adat. A nap 24 órájában, vasszájában voltunk. Intézeti
körülmények között nagyon lehet magát életetni, egymás között így elég nyitottan beszélünk el, meg akarjunk ezzel kapcsolatban. De amikor az van, hogy valaki mondjuk társat akar tehenni, akkor valahogy egyből nem tudom, valahogy egyből visszahúzódik. Eléggé fűd társadalom, és emellett eléggé állszent is. Amikor mi beszélünk arról, mi fogyatikan élünk, hogy nekünk is járna ez a dolog, vagy meghüggennek, vagy életében nem beszélnek róla. Most már olyan is, hogy valaki kihagyott, mert mondtam, hogy jó lenne, már egy csaj is, akkor mondta, hogy hát te hülye vagy, hova akarnál így egy csaj, meg ilyenek. Említetted a sportolást, hogy arról mesélsz, hogy előtte mit sportoltál, és hogy ezt tudtad-e folytatni Tiszakürtön? Bocsá, ez egy folyas sportánk, súlyosan mondják, sérültek, őzik. Mondjuk nekik, hogy én bocsászok. Előtte való évben voltam Európa bajnokságon. Mondták, hogy ó, nagyon jó, mert hogy van bocsánat, tudom majd edzésekre járni meg. Szóval minden beigyétek. Utána még egy-két évig jártam versenyekre, de úgyhogy edzés nélkül. 16-ban hagytam, nem láttam értelmét, de kaptam ígéreteken márból egy-két se. Váltották be. Mikor először írtam a SZDF-nek, hogy vissza akarok költözni, akkor azt a választ kaptam, hogy egy biztonságban vagyok, mert hogy intézmény körülmények a szüleken, és vagyok látva kettő, indokoljam meg, hogy miért akarok visszaköltözni Budapestre, ha egy tök átlag ember, egészséges ember el akar költözni a egyikről a másikra. Senki nem kérdezni meg tőle, hogy miért. Gábor önállóságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 8 évig küzdött azért, hogy kikerülhessen az intézetből. Megkereste a fenntartót, eljárásokat kezdeményezett, és végül közösen pert is indítottunk. Gábor elszántságának eredménye az, hogy visszakerülhetett a fővárosba. Azt hiszem, hogy 8 év gyakorlámba ment, és ez senki nem fogja visszaadni. Senki nem fogja visszaadni nekem a elveszített barátokat, a elveszített éveket. Itt? Ja. Ez itt a jobb oldalon van egy kétszintes 165 millió árulják. Zsebből. Aztán mondta, baszki,
vettem magam meg egy motort. Miért? Aprillat? Nem tudom. Csak egy motor. Olyan lényegtelen ilyen. Nem motor. Vagy egy robogót ilyen. Ó, mondja, felállok egy kényeket dinót. Akkor biztos, hogy kapsz. Anyám, előttek, én egy kisgolyam. Egy kisgolyam. Előttem is. 2008. januárjában kezdtem a merekbe, és akkor a sok ellátott kliens közül, akkoriban még így hívtam őket. Az egyik, egyike a Gábor volt. Csak az évek során ez a kapcsolat, 2010-ben jöttem el a merekből, és akkor utána barátsága alakult, és azóta is, tehát most már 16 éve, de kiszámolja. Házasságból is sok, nem, hogy... nem. Amikor visszaköltözött a Gábor, akkor megbeszéltük, hogy remélem, hogy tud egy olyan társadalmi környezetet kialakítani magának, hogy nem csak rám kell támaszkodni, hanem azért Iszakürtön családon kívül egyszer-egyszer egy-egy ismerős jött, de hát nagyon hozzám volt csatolva, és azért szerettem volna, hogy más személyiségekkel, más embertípusokkal is találkozzon. És hát itt azért erre sokkal több lehetőség van. Ez egy ilyet más. Azt így kijövök, amikor akarom. Azt beszéltük, hogy azért havonta azért, hogy szakadjon meg ez a fonal, azért tartjuk a kapcsolatot, tehát azért a heti egy megvan, de nagyon sok olyan élmény ért minket azért sok-sok év alatt, ami összeköti ezt a barátságot, és ezek a rendezvények ismétlődnek. Most teljesen mindegy, hogy milyen formában, milyen tartalommal, tehát egy-egy foci meccs, egy-egy rendezvény, más a zenei ízlésünk, de ha úgy alakul, akkor arra is elmegyünk. Neked mit jelent az önálló élet? Hát az, hogy ne minden műkbe éljek, akár mennyire is jobb, ha megyek minden más magyar intézet. De akkor mit egy intézményben, akármilyen intézményben is van szó, ha valaki teljes ellátásra szólni, akkor aztán egy betegnél megkötik a szabályok, megkötik a segítők. Én voltam szegben azt hiszi, hogy nem ember, hogy bármilyen fogyatékonyi ember, hogy voltál, megkapja a napi szükségletét, vagy kaja, vécé, fűnés, a többi szint leszállja mindenki. Az a lényeg, hogy életben tartsanak. Minket. A fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ egyezmény 2007 óta kimondja, hogy az embereknek joga van önállóan élni, és hogy ezeket a nagy intézményeket, amilyen a Tiszakürti intézmény, be kell zárni, és onnan az embereket ki kell költöztetni valódi otthonokba. Ezt a kötelezettségét a magyar állam most már 17 éve nem teljesíti, de azt se látjuk, hogy hatékony lépéseket tettek volna ennek érdekében. Fontos azt is látni, hogy ezek az intézmények nem csak jogsértőek és teljesen alkalmatlanok az önálló életre, de kifejezetten méltatlan körülmények között élnek az emberek. A hírekbe is bekerült a Szent Gotthárdi intézmény, ahol 730 ember él összezárva, és ahol folyamatosan elhanyagolásnak és bántalmazásnak vannak kitéve az emberek. Azt kéne mindenkinek elfogadnia, vagy felfognia, hogy attól, hogy valaki kerekesztényben él, vagy bármilyen fogyatékossággal él,
Gondolom, hogy Gábor kitartása mindenkinek példát mutathat, és mi továbbra is azért fogunk dolgozni, hogy minden érintett élni tudjon a jogaival. Azt kéne felfogni a egész társadalomnakon az, hogy ha valaki bármilyen fogyatékossága lesz, attól még mindenkit megillet ugyanúgy illet, mint a legtöbb embernek van.